megjelöltem egy csomó verset, hogy majd el fogom olvasni, utána elkezdtem kiszedigetni a könyvet, mert hát majdnem minden versét meg lehet jelölni. Egy nagyon szép verse a, hát a létezés puklába vedett ember imája. Tehát itt megint a szenvedés, a fájdalom és a magány. Elevenen a csillagok alá, az éjszaka sarába eltemetve, hallod a némaságomat, mintha egy égbolt madár közeledne. Így hívogatlak szótalan, az örök hallgatásból, idegen egeid alól valaha is kiásol. Eljut hozzád a panaszom, hiába ostromolnak, körös körül a félelem zátonyai ragyognak. Számíthatok rád, Istenem, úgy vágyom közeledre, diderekbe csak hevesebb a szerelmek szerelme. Temess a karjaid közé, ne adj oda a fagynak, ha elfogy is a levegőm, hívásom sosem akad. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának. Adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak. Most ez is az Isten utáni vágy, ez is egy nagyon szép vers, az örökön örökké. Várok, hogyha váradsz, megyek, ha terelsz. Maradék szemérmem némasága ez. Úgysem hallanád meg, hangot hallok, sűrű panaszommal jobb, ha hallgatok. Tűrök és törődöm engedékenyen, mint Izsák az anyját, én se kérdezem, mi végre sanyargatsz, teszem szótalan, szófogadó szolga, ami hátra van. Keserűségemre úgy sincs felelet. Minek adtál ennem, hanem eleget? Miért vakítottál annyi nappalon, ha már ragyogásod nem lehet napom? Halálom után majd örök öleden, fölpanaszlom akkor, mit tettél velem. Karjai közt végre kisírom magam, csillapíthatatlan sírok hangosan. Soha sem szerettél, nem volt pillanat, ennem is ha adtál soha magadat. Örökön örökké sírok, amiért annyit diderektem, érted? Magamért. Vége érhetetlen zokogok felett, ahogy szorításod egyre hevesebb, ahogy ölelésem egyre szorosabb, egyre boldogabb és boldogtalanabb. A verseit, hogyha osztani szeretném, három részre lehetne, ami inkább istenes, ami inkább lágeres, tehát a 44-45-ben hadi élmények kapcsán, ami íródott, ami végül is aztán elkísérte egészen élete végéig, és a szerelmes versek. Talán ezekben a csoportokban lehetne, de mondom, van átfedés. Például az istenes és a lágeres verseknél nagyon jól érzékelhető a Ravensbrücki Passió és a Harmadnapon című versének a mondani valója, ami a lágerélménnyel kezdődik. Jelen is tanár úrnak az előadását is meghallgattam, aki piarista, szerzetes tanár, jó barátságban volt Pinszkivel, fantasztikusan érti Pinszkinek a költészetét, és mondja, hogy ezt a két verset nem lehet egymás nélkül elmondani. Tehát a harmadnapon nagyon sokan mondják, ugye általában a húsvéthoz kapcsolódva. Van is létjogosultsága, de tulajdonképpen ez a Ravensbrücki Passióhoz kapcsolódik. Ravensbrück volt az a hely, ahol ő megtapasztalta a lágereknek a szörnyűségeit, mint katona nyomot hagyott benne. Ravensbrücki Passió. Kilép a többiek közül, megáll a kocka csendben, mint vetített kép hunyorog, a rabruha, és fegyenc fej. Félelmetesen maga van, pórusait látni, minden olyan óriás, minden oly parányi, és nincs tovább. A többi annyi volt csak, elfelejtett kiáltani, mielőtt földre roskadt. Rá három napra történt, hogy megnyitották a lágereket, és tulajdonképpen erre vonatkozik a harmadnapon, de hát, ahogy ugye tudjuk is a Pastiónak, illetve a húsvétnak az üzenetét, harmadnapra Jézus feltámad, tehát a kettő összevág. És fölzúgnak a hamu színegek, hajnal felé a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámadt, és fölzeng a világ.
mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni a szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Még a hit életére visszatérve, ugye az evangéliumot sokszor vette el, hát ez is azt mondom, hogy tudta, szinte vele élt az evangéliummal. És kicsit az érzésem, hogy néha a misztikusokkal egy szinten éreztem meg ezt a túlvilági élményt. Tehát akár a pokol, akár hogyha a mennyországról ír. Itt most a jelenések könyvéből, tehát ez igazából a János apostolnak a látomása alapján írta ezt a versét. És lát az Isten égő mennyeket, és a menny színén madarak szárnya röptét. És látja, mind merülnek, mind alába tűzkorongon átkerülni gyöngék, és véges végig, mint a részveres, oly színűt dirib darabra törtett, hol nem találni mától egy kapást, a földet látja még egyszer, a földet, a pusztaságot és a zűrzavart, lovaskocsit keresve, hol kigázol. De látja Isten, nincsen arra mód kitörni út, remény. Ellátomásból. Apokaliptikus képeket látott. Eljutott olyan mélységekig, hogy ő ezeket meg is élte. Erre a legszebb példa az Apokrif című verse. Biztos mindenki ismeri, de ezt nem tudom kihagyni állítólag, de én is azt mondom, hogy a magyar irodalom egyik legszebb verse. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, és örökre a világvégi esett földeké, és megint külön a kutyaólok csöndje, a levegőben menekülő madárhad. És látni fogjuk a kerőnapot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De virraszt vár a számkivetettségben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányondom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását? Az évekét a gyűrött földeken. És értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött készfejem. És tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasadt patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyercfejet, ismeritek a dermet vájúkat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap. Veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan. Nincs semmije. Árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. És majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, és én hunypillák alatt őrzöm tovább a vonulást, a lázas fácskás ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani óriási fájét. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában, írtóztató árnyom az udvaron, törődött csönd. Öreg szülők a házban, és már jönnek is, már hívnak is szegények, és már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem, év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkarésbe, és már elfúró reményt, hogy megjövök, és megtalálom. Torkomban ültet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt, izzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanom az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy torony teste.
sehol se vagy. Mély üres a világ. Egy kerti szék, egy kint felett nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyom kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovát karajza, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca, és könnyeért az arcukon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok.